Szabadka legifjabb hegedűművésze nyitotta meg a Szabadkai Városházán a Lezsák Sándor, Dudás Károly költő és Oszti Zoltán atya vezette beszélgető estet. Az 5 éves Lakatos Vivien elkápráztatta a közönséget. És Lezsák Sándort, a Magyarországgyűlés alelnökét is. Tüneményes volt a kislánynak a hegedűjátéka, az az egészet valahogy ilyen bíborba vonta. És így tudom majd kötni ezt a mai estét. A beszélgetésen keresztény egyházak, közösségek képviselői és civil szervezetek vezetői is megjelentek. Az összetartó erőről volt szó, annak a fontosságáról. A hitről, a remény évében, ami ott volt minden mondat, minden rejtett zugában lehetett érezni, látni, hogy valami tényleg összeköt bennünket, és az a valami fölöttünk. Az anyaországi és a külhoni egyházmegyék különböző szinteken tudnak együttműködni, egyrészt hivatalos szinten, másrészt pedig helyi csoportok szintjén is. Az együttműködés az igen sokrétű, ami hát örömmel is szolgál, hiszen ezzel is erősítjük nem csak a hitben egymást, hanem a magyarság megtartásában is egymást, és hát természetes a testvérségben, ami rendkívül fontos. Lezsák Sándor elmondta, számára minden ehhez hasonló találkozó erőt ad, számos levelet is kap az emberektől, a személyes találkozás azonban pótolhatatlan számára.